Szép napot kívánok mindenkinek, szevasztok, én Miskovics Marci vagyok. Képzeljétek el, a Walmart Duo már megint egy új klippel készül, hogy hogyan készül és hol vagyunk, az most kiderül, figyeljetek. Urak, itt állunk a Túl Nagy Falat című dalnak a videóklip forgatásán, Peti Milán. Srácok, mi lesz a videóklipben, illetve meséljetek egy-két kulisszatitkot, kérlek. Most kezdjem, a Milán látta, hogy viszket a tenyere. Na, gyerünk Milán, akkor te. Hát igen, itt vagyunk, ezt jól láttad. Ez a klip arról fog szólni, hogy igazából ilyen modellkifutós, catwalkos koncepció alapul. Vannak gyönyörű modellányok itt, gyönyörű kifutó, extravagáns az egész körülmény, ami itt van most. Tehát tényleg nagyon durva beszereltség van itt a klippel kapcsolatban. Kinek volt az ötlete? Ki akart ennyi csajjal forgatni? Te, vagy a Bence, a rendező. Fogjunk mindent a rendezőre, tehát a Bencének az ötlete volt, de egyébként tényleg kitől jött most a klip ötlet? Nagyon nagy összhang volt, és amúgy ennek tökre örültem, a Bence meg az Ördög közt, ővelük szoktunk agyalgatni. Először ezt mondom, hogy ügyes vagy. Tehát, hogy elméletileg, amikor először meghallották a zenét, és szerintem tökre tetszett nekik, akkor már egyben mind a ketten azt vágták, hogy ez Victoria's Secret catwalk show. Úgyhogy hát megpróbáljuk magyar verzióban lehető legjobban lehozni a Victoria's Secret-et, és itt állunk. Palvin Barbie is itt van? És egyébként van egy csak, aki nagyon hasonlít a Palvin Barbie-ra, amit megmutattam. Több napot forgattok, pontosan hány napot fogtok forgatni, és mi fog még ott történni a további forgatási napokon? Hát ugye azért van több forgatási nap főként, ez elméletileg ez a zene szerintem ma kész lesz, csak közben van még a tarsolunkban egy 2-3 másik, és még kettőre akarunk klippet forgatni, ami tényleg egy nagyszabású klip, és akkor a negyedikre elméletileg egy visualizer lesz, úgyhogy emiatt van az, hogy holnap egy pihenőnap szerencsére, holnap után megint egész nap forgó, és akkor utána még 16-án lesz egy, és akkor szépen dobálgatjuk egymásra, mert ilyen egy kicsit összefüggő sztori lesz, úgyhogy poén lesz. Egy pár szó a dalról, hogyan született meg, milyen körülmények között, kinek az ötlete volt akár a dal, ki kezdte el? Ez úgy kezdődött, hogy ilyen Kovács... Konkrétan egyébként, tehát hogy ezt meg lehet nézni, vissza lehet nézni, hogy van ez a dalfutár, bocs, hogy elloptam a szót. Nem dalfutár, dalapozás, az a hajósnál van, de nem baj. Jó, annak is van egy ilyen műsor, igen. Volt, hogy a Kovács Kristóf csinál ilyen dalapozásos műsort, és velünk is akart egy ilyet forgatni. De mondom, jó van, gyere, de igazából nem volt nagy elán bennünk, mert ugye valamiért azért... Lustiztatok egy picit. Lusták voltunk, az tény. Meg így nem összehetjük azt, hogy ilyen... Nem lusta, kimerültek voltunk. Igen, meg ugye egy nullár lúcs, most jön egy kamera, és akkor veszi, hogy hogy írtok a zenét, az amúgy az nem egy egyszerű szituáció, az egy túl nagy falat szó szerint. Kezdetben lehet, hogy most már változtattatok, a te hangod volt alatta, mert te nyomtál egy ilyen riffet, talán a hangod? Az még mindig az én hangom. Az elején az a más gitár, az én... nem egy gitár, hanem az a Milánnak a hangja. Az én hangom, csak rá van rakva egy ilyen gitár rig amp, vagy amp. Milán hangja. Akinek esetleg anya, ez az én hangom. Itt áll mellettem Lia Watt és Kardos Júlcsi, aki ugye most a make-upért felelt. Lányok, nagyon extra szetteket sikerült összehozni, mind sminkben, mind ruhában. Modelleket kellett öltöztetni, ha jól tudom? Igen, egy szuper divat bemutatót készítettünk itt elő, és majd most indulnak a lányok a kifutón. Ezen dolgoztunk a Júlcsával. Ezek mennyire ilyen designer darabok, vagy ezek pontosan milyen cuccok? Gondolom, hogy nem bemész az első ruhaboltba, és nem tudom, leveszed, hanem ezek ilyen extra, talán ilyen designer darabok? Igen, én nagyon különleges cuccokat szerettem volna, meg minél látványosabbakat, úgyhogy a Kerényi Virág ruháit használtam fel, meg a Kismárktól kértem még pár nagyon szuper szettet, úgyhogy abból raktam össze az egészet. Itt akár a ruha téren, akár a smink terén koncepció volt, ilyen nagyon színes extra legyen, vagy te miket csináltál pontosan szakmailag? Én megmondom őszintén, hogy az Orsi megmutatta a ruhákat, és akkor úgy voltam vele, hogy hát ez nagyon extravagáns, nagyon strasszos, úgyhogy mindenképpen nem ez a szépítő smink, hanem valami strasszos ilyen matricákat raktunk rájuk, szóval tényleg az extravagáns. Nekem szerintem az elmúlt 10 évemnek az egyik legkedvencebb munkája ez most. És tök jó érzés, hogy így a fiúk is mindig belepakolják magukat 100%-ra mindenbe, és hogy így én azt éreztem, hogy na akkor most hozzájuk méltóan
mi is pakoljuk bele. Jelenleg a fiúkkal két olyan ötlet is megszületett amúgy a videoklippeket illetően, ami gyártásilag talán a legnehezebb, meg legkörülményesebb, mert ugyan ez a modell téma nagyon erős karaktereket, nagyon komoly technikát, nagyon komoly kellékeket igényel. Igyekeztünk kihozni a maximumot belőle, és én úgy gondolom, hogy amúgy ez a mai nap teljes mértékig sikerült, és tök szuper dolgokat sikerült felvenni. Honnan jött az az ötlet, hogy modellekkel dolgozzatok, és hogy egy divat bemutatón legyünk? Tehát most már szerintem még nem lépett fel divat bemutatón, vagy valamire nem tudok? Nem, sajnos még nem, de amúgy azt is elmondtuk már, hogy ez a két zseni fejéből pattant ki, mert hát egyből, amikor mutattunk nekik a számot, akkor ugye bepattant az agyukba, hogy hát ez catwalk, tesó, ez kifutó. Úgyhogy mondjam még valamit. Igen, ez azért volt vicces, mert pont amikor forgattuk még a Magányvagányt, már akkor elkészült ez a dal, és mutatták nekünk már a forgatás előtt, és mi az ördöggel egyből, ahogy meghallgattuk, nem voltunk éppen együtt, felhívtuk egymást, és mind a ketten kb. Egyszerre mondtuk azt, hogy ez catwalk, kifutó, divat bemutató, minden, modellek, és ezt előadtuk a Petéknek, és imádták az ötletet, és most meg itt vagyunk, és megvalósítottuk, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Egy kis kulissza a titok, hogyha reméljük, ezt elárulhatjuk, hogy több klip is forog, több Valmar klip is forog most rövid határidőn belül. Tudsz erről mesélni nekünk? Igen, hát most májusban a fiúknak nagyon ki van maxolva a naptáruk, és igazából 4 napjuk volt, szóval 4 napot úgy gondoltuk, hogy 4 klippet forgatunk, tehát hogy miért ne alapon. Az egyike ugye a modelles témát, a másik egy ilyen kis egyszerű visualizer lesz, ami is amúgy elég komoly technikát vonultat fent, ezúton köszönjük a Kraftnak. Technika, helyszín, illetve azért is mondtam, hogy itt a esküvői témakörrel szintén föltesszük, remélem, a mércét így látványban, illetve lesz még egy kicsit progresszíve buli hangulatú videóklip is a végén. Egy bányában random. Egy kőfejtőben pontosabban, és igen, az esküvői, hát ez meg egy érdekes. Ki esküszik, Peti? Hát ez majd legyen meglepetés. Hát azt mondta a gyopi, hogy itt száll a por, és azt lélegezzük be. Hát pont azért van sör az orrom, hogy ezt kiszűrje, de hát igazából... Hát ott látod, hogy mennyi por?